mindig mondom, a színész szeretni kell. És a maestro tudja, nem hogy... tudja. Ezért működik. Csak egy veszély van, hogy egyszer megöl engem. Igen, és utána kibosszadja fel, utána! Hát maga lehet, hogy képes lenni. Köszönöm szépen, na most az az aprócska kis probléma van, hogy mindjárt első figyelmeztetés. Hát Otello, nem? Replika előadás. Igen. 70-szer játszott a Metropolitanben. Igen, tudjuk, de hát próba nélkül is rendben lesz. Tito mindig rendben van. Az autóbalesete után 2 hétig volt kómában, de kihort a lábon. Senki nem vette észre. Sziasztok! Nem, ki vele? Nem lehet, ez lett a Tito öltözője, oda át fürdik. Öltözője? Fürdik? Pátod! A fenébe! Bájtsereg itt nekem is, elfeledkezik az elnökasszonyról. Akkor én nem is zavarok. Felmegyek érte a büfébe, lehozom kocintani az irodába. Nincs már iroda. Mi? Ez volt, öltöző lett. Nem igaz. Csődte meg. Nem képes úgy tönkretenni valamit, hogy közben egy másik valamit nem adcsalán még jobban! Nem tudom, egy kávét kaphatok? Természetes teakonyha. Behűtött pesgő, ásványvíz, bubis, bubitlan. Készítek kávét? Nem, köszönöm, szeretem magamnak. Hello? Szia, anyu, de nem hívtalak volna, csak késett a repülő. Addig megnézem a bőröndöket. Ah, szegény sofőrünk rendkívül primitív. Ha bármivel segíthetek a szomszédban. Itt is vagyok, bőröndök jöhetnek? Mi a jó Isten tartott mostanáig? Hát én nem megyek lifttel. Szinte tudtam. Pakoljunk be a szekrénybe. Hogy a büdös francba nem bír maga semmit megoldani ebben a kurva színházban? Szép jó estét kívánok mindenkinek, 7 óra 30 perc, első figyelmeztetés. Ó Isten, kifelé, kifelé. Jó, lehet leszek az autóba. Na most ne tessék aggódni. Én a kocsiban nagyon jól érzem magam, ha nincs utasom. Tűnjön már a fenébe! Megint! Oh, bocsánat! Diana! Meg! Jaj, te jó, hogy jössz! Át tudod adni az üzenetet mindenkinek, hogy ide ne jöjjön! Jó! Lementem énekelni az Otello néden, ott állok az én padon, ne? Azt a kurva! Bújok értem el a sarokba, hallom a hívó, megindulok újra, tehát újra bevágok a saját orrom elé, e? Hát kirohantam onnan a vért. Figyelj, ki tudja, lehet, föl se ébredtem én azóta. Álmodom azt is, hogy itt téged telefonálva. Gyere majd gyorsan, Maria! Tessék parancsolni. Köszönöm, igazgató úr. Bocsánat, miért tetszik nekem egész este azt mondani, hogy igazgató úr? Kénytelen vagyok, a falnak is füle van. Ígérem, az első adató alkalommal azt mondom majd John. Köszönöm szépen, az jó lesz. Káprázatos előadás, ugye lenyűgöző? Le, én végig feszülten vártam, hogy mikor lesz érdekes. Ez valami színházi vicc. Igen? És Tito, mit szól az a tűz, ami benne van? Hát igen, mivel a feneke leégett. Igaziból nem égett, azért jött taxival a reptérről. Alig várom, hogy bevezessen ezekbe a kis színházi praktikákba. Igen, igen. De most a legfontosabb, véletlenül másnak a telefonját hozta utána. Tényleg? Igen. Nagyon kellemetlen volt, amikor a duett alatt valami anyu hívott. Az nem lehet, hogy... Az enyém? Jó, de kedves! Sikerült lenémítanom. Na, visszahangosítjuk. Ó, te jó Isten, 17 nem fogadott hívás. Köztük 8 anyu, és még valaki 9. Kukimanó. Úgyhogy tegyük vissza, jó? Jó, itt volt. Az enyém a dohányzóasztalon. Hát tisztán emlékszem, letettem ide, aztán siettünk, elfeledkeztem róla. Hát meg kell lennie. Megértheti, elnök jelölt magát telefonja. Kompromittálva. Én nem találom. Jaj, keressük meg! Jézuskám, keressük meg! Ott mi van? Ott mi van? Maga, sofőr, hogy kerül ide? Hát igazgató, elég furán alakul. Tito Merelli feljött már? Nem tudom. Jó, következő van. Bőröndje itt a kocsiba. Igen, csak akkor Mrs. Everett azt mondta... Kitől kapja a fizetését? átmegy, az ágyhoz nem nyúl, rá se néz. Rá se néz. Leviszi minden cuccát, kocsiban vár. Igen. És megnálásom itt még egyszer, mert páros lába kirúgom. Nyomán. Hagynék egy üzenetet, viszont ne lehetnek. Andra! Majd a miniszter lesz. Ez is azt mondja. Hát akkor csak mocorog bennem valami.